lassan 10 év, hogy nem kaptunk béremelést. Én diplomás ápolóként 29 éves munkaviszonnyal 150 ezer forintból élek. 84 ezer forintért dolgozunk havonta, úgy, hogy a gyerekek iránt teljes felelősséggel tartozunk. Szociális terület szervezetei vagyunk itt, mint szakszervezetek, mint szakmai érdekképviseleti szervezetek, illetve mint ellátotti szervezetek képviselői. Én magam a bölcsődei dolgozók szakszervezetének vagyok az elnöke. Azért jöttünk ide, mert a 2014 évi költségvetési törvénytervezet nem tartalmaz egyetlen egy forintot sem az ágazatban dolgozók bérére vonatkozóan, és így már jövőre 6. éve nem lesz emelés a szociális ágazatban, illetve a teljes közszférában. Nem kapunk semmiféle hozzájárulást, sem étkezési támogatást. És a lányok, akik sima ápolóként dolgoznak, 80-90 ezer forintból tengetik az életüket havonta. Bruttó minimálbérért dolgozunk. Ez mit jelent? Hát 98 ezer. A szakmunkás bérminimumot az nagy cirkuszok után sikerült a mi intézményünkbe kiharcolni, de még ezen is viták vannak. Túlzásnak tartjuk, érzéketlenségnek és képtelenségnek azt, hogy ezzel senki nem foglalkozik. És visszataszítónak tartjuk, hogy mások milliókat, százezreket keresnek, és mi, akiknek fél lábbal a börtönben van a helyünk, hogyha bármilyen szakmai hibát vétünk, minket egész egyszerűen nem vesznek figyelembe. Nem tartozunk az oktatásügyhöz, nem tartozunk az egészségügyhöz. Gusztustalan, visszataszítunk. És ugyanolyan gondozói munkát végzünk, vagy mi gondozói munkát végzünk, fogyatékos ellátottakkal, 120 gondozottal dolgozunk, és ebből kifolyólag jöttünk most ide. Ez az helyzet tűrhetetlen, hiszen a kollégák minimálbérből és szakmunkás bérminimumból élnek. Ez azt jelenti, hogy 73 ezer forintot keresnek a bölcsödében pályakezdőként, és akár 30 év munkaviszony után is a kollégák. Ezen mindenféleképpen kell változtatni. Mennyit keres, azt megkérdezhetem? 95-100 ezer forint között, műszakpótléktól függően. Most kevesebbet keresek, mint tavaly, mert mikor módosították a pótlékokat, azóta kevesebbet keresek, 5-6 ezer forint. Rendbontás ne legyen, hiszen ez nem ránk jellemző. De mindenképpen fejezzük ki azt, hogy elégedetlenek vagyunk, hiszen semmi okunk nincs arra, hogy elégedettek legyünk. Gyakorlatilag 50-60 ezer forintból kell megélni családos dolgozóknak, és meg kéne vigasztalnunk a ránk szorulókat. Legtöbbször nyomorultabb állapotban van a gondozó, mint a kliense. Tehát a mai nap folyamán egy petíciót kívánunk átadni a miniszter úrnak. A petíciónkat majd közel 33 ezer kollega támogatta a területen aláírásával. Itt láthatok mellettem az aláírásgyűjtő évek a kosárban. Az aláírásokat nem fogjuk átadni, nem adjuk ki a kezünkbe a személyiségi jogok miatt. Kizárólagosan az összesített eredményt fogja a miniszter úr megkapni a petíciónk mellé. És a kollégák azt támogatták aláírásokkal, hogy alulirattak kérjük az egészségügyben megvalósuló bérfejlesztés, szociális ágazatra történő kiterjesztését, valamint azt, hogy mielőbb kezdődjön érdemi párbeszéd az ágazat problémáinak rendezéséről az érintett érdekképviseletekkel. De találkoztunk már 2009-ben egy másik petíció átadás kapcsán. Ő ismét önre hárult ez a feladat, és kérem, hogy vegye át tőlünk a petíciónkat. A jelen kis demonstrációnk az csak egy figyelemfelkeltő most, és a továbbiakban erősebb nyomás gyakorló akciókat fogunk szervezni, és a kollégák már sztrájkra is akár hajlandóak. De kérem szépen a miniszter úrnak adják ezeket a szavakat, illetve köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát ez a miniszter úrhoz bemegyek a petíció. A minisztérium idáig is foglalkozott a témával, tehát azon vagyunk, hogy minél hamarabb segíteni ezenek a gondokon, nem csak a béren, hanem a munkafeltételeknek a biztosításával is. Hát tudnak valami ígéretet tenni a változtatásra? Hát ebben nem vagyok jogosult nyilatkozni, ebbe majd a szaktárca fogja megtenni, a szakállamtitkárság közvetlenül. Ezt a
a szakmát nem lehet csak fizetésért csinálni, ezt szeretni kell. És egyikünk sem úgy dolgozik ezen a pályán, hogy ebből havai DJ napszemcsé, és akkor elmenjünk nyaralni. Ezt igazából nem lehet megfizetni, de ha már nem fizetik meg, akkor gondoljanak arra, hogy egy kicsit másképpen kéne ez a dologhoz hozzáállni, és dotálják azt, hogy mi ezt úgymond félig sem megfizetve csináljuk, szívvel, lélekkel. Nekem visszatérő gyerekeim vannak, az első gyerekeim 38 évesek, és mind a mai napig tartom velük a kapcsolatot. Kikérem magamnak azt, hogy levegőnek nézzenek. Kikérem magamnak.